Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Önök az Ajkai Tükör című műsorunkat látják április 8-án hétfőn. Ünnepélyesen birtokba vették a Csingervölgyi lakosok az utat április 4-én. A kerékpárút folytatása az 1192-1195-ös számú közlekedési létesítmény, amely 14 millió forintba került. A beruházást a Baumidex Kft. Készítette gyorsan és jó minőségben. Csinger újkori történetének ez egy nagyon fontos pillanata, és nagyon örülök neki, hogy látok nem csak Csingerből a bányásztársadalom hagyományai törzőket, tehát egy kicsikét összetartunk, és ez nekünk egy hatalmas nagy ünnep, mert nagyon régóta vártunk erre az útra. A polgármester köszönetet mondott Gerencsér Hildának, aki képviselősége idején érte el Csingervölgy jelenlegi formáját. Mi a csingeri városrészt azt egy turisztikai negyednek, turisztikai és egy kultúrnegyednek tudjuk elképzelni. Ugye azok az eddigi fejlesztések, amit a város lakossága már ismer, azok még néhány dologgal ki fognak egészülni. Hogy úgy mondjam, a megközelítése, a csingeri városrész megközelítése az rendben van. Kiépült az út egészen ugye a Börkös kutig. A kerékpárútnak ez a szakasz elkészült. Még van egy hiányzó szakasz, ami majd az Ármin udvaron keresztül közelíti meg a régi Bercsényinek az épületét. Ugye a közösségi ház az már korábban megépült a térrel együtt, azzal lettem egyébként följelentve. Aztán, ha megyünk tovább, ott az Eskanyar és az Ármin bányának egy jelentős része, oda egy olyan kerékpáros turisztikai csomópontot képzelünk el, ami Ajkán még eddig nem volt. Ugye csak úgy kitekintésként mondom, hogy most építjük a Torsoki kerékpárutat, és akkor már csak egy kerékpárút van hátra, amely hiányzik a város életéből, ez pedig a Padragi kerékpárút, a következő ciklusban azt is tervezzük megépíteni. Tehát a kerékpáros turizmusnak szenteljük majd az Ármin udvart, szeretném, ha majd megjegyeznék ezt az elnevezést, tehát nem Ármin bányának nevezzük, mert a bánya ugye ez a föld alatt van, hanem az udvarának, tehát ez lenne az Ármin udvar, és a régi mentőállomás épületét azt közösségi házzá szeretnénk kialakítani olyan módon, hogy egy üzlet is helyet kapna ebben az épületben, ami a városrész ellátását szolgálná. Egy új közösségi platformot, területet szeretnénk ott elkülöníteni, és a legújabb elképzelés szerint, ugye korábban le akartuk bontani még a hátsó feltáját az épületnek, de most legutóbb arra jutottunk, hogy mégse bontanánk le, hanem az megmarad, és egy hostel jellegű épület részé alakítanánk át. A napokban elkezdik az Ármin udvar rézsőinek végleges kialakítását. Az első és második szint között kalandpark kialakítása szerepel a tervek között csúszdával, játszóeszközökkel, ahol a családok és a kerékpárosok is jól érezhetik magukat. A régi szénfeladó épületében romkocsma kap helyet. A Bercsényi iskola egykori épületét szociális otthonná kívánják átalakítani egyházi közreműködéssel. Már több egyházzal felvették a kapcsolatot. A városban 300 fő vár szociális férőhelyre, amelynek legalább felét kielégíteni az intézmény. A megvalósítás több évet és több milliárd forintot vesz igénybe. A kriptongyár felújításának második üteméhez már nyertest hirdettek a közbeszerzési pályázaton. A munkák még az első fél évben elkezdődnek. Az épületet nem csak komoly zenei és művészeti, hanem ifjúsági célra is használnák. Az egykori posta épülete mögött 2 hektár területet már megszerzett a város, újabb 4 hektár szerepel a tervek között, a helyre pihenőparkot terveznek. Az önkormányzat megszerezte a Magyar Államtól a Bányászati Múzeum területét, ott is fejlesztések várhatók. A parkerdei vendéglő is megújul. Csingervölgy bejáratánál 6 családi ház épül, a Jókai bánya térsége is szépen fejlődik, a folyamat elindítója Mics Antal. Gerencsér Hilda bemutatta a jelenlévőknek Pető Anitát. Egy vezetőbeosztásban lévő, számos feladattal megáldott ember, mielőtt kilép a pályáról, akkor megpróbál maga mögött olyan terepet hagyni,
ahol bízhat abban, hogy a megkezdett munkák azok zavartalanul folytatódnak. Na hát én ebben a hitben mutatom be Pető Anitát, aki óvónőként eleinte csak gyerekeket fogott össze, később aztán nagyobb közösségeket is. És Anita volt az, aki aztán kapható volt arra, hogy megpróbálja összehozni azokat a fiatalokat, elsősorban kisgyerekeseket, akik Csikóreg elől laknak, mert közösséget szervezni egy annyira szétszórt településen, ugye ott nincs is többszintes épület, azért eléggé nehéz, de lassan, de mégiscsak sikerült. De óvónői munkáján is azt láttam én így kívülről, hogy a munkahelyén is képes összetartani egy kollektívát, hogy vannak újító ötletei, tud projekteket írni. Tehát én úgy gondolom, hogy emberileg is alkalmas lesz ő arra, vagy mondjam így, hogy alkalmas lenne arra, hogy ezt a nem könnyű körzetet felvállalja, ahonnan én majd most kivonulok, hogy úgy mondjam. Egy megtiszteltetés számomra ez a felkérés és a jelöltségem, hogy képviselőjelölként indulhatok ebben a körzetben is, hiszen egy csodálatos környezetről beszélünk, ahogy már előttem szólóan elmondták. Ez a családoknak, az itt élőknek egy olyan hely, ahol fel is tudnak töltődni. Nem csak itt tudnak élni, lakni, hanem pihenni is tudnak, és ezt nekünk ki kell aknáznunk. Gerencsér Hilda elmondta, hogy képviselőként számos sikert ért el. Tárgyasult emlékek közül a legnagyobb, számszerűleg volumenében ez az út, ami innen a mozdonytól indul tulajdonképpen, majd hogy nem. És hát ugye ott fönt a Bercsényi iskolánál van hivatalosan vége, ugye úgy fordul meg a busz is. De azért szívemnek, lelkemnek megmondom őszintén, a legnagyobb eredményt azt az emberekben, a közösségben látom. Tehát abban, hogy majdnem egyidős, hogy úgy mondjam, hiszen 20 éves a Csingervölgyért Egyesület, és én azt gondolom, hogy ez a kis csapat, ez nagyon szépen összefogja. Azért a közösségért tenni akaró és emberi közösséget igénylő lakókat. De hát a másik része, hogy azért szellemiekben is érezhetően változott, fejlődött a település rész, tehát egyre több olyan városlakó települt ide, illetve lakik itt, aki szívesen vállal feladatokat a közösség érdekében, aki érdeklődő, aki nyitott, és hát ezzel együtt hadd mondom, hogy fiatalodik is a város rész, ez egy olyan természetes folyamat, úgy gondolom, ami a város több pontján érzékelhető. Én ezt azért érzem a legnagyobb eredménynek, mert úgy gondolom, hogy ahol van nyitottság, ahol van érzékenység a problémákra, meg akarat tenni vágyás, ott akkor az a település az csak előre fog menni. Visszatekintés címmel nyílt kiállítás az Ajkai Kötődésű Táncos György alkotásaiból a Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár kiállító termében április 5-én. A kicsivel több mint 50 éves festőművész második önálló Ajkai kiállítására közel 50 képet hozott el, épp annyit, amennyi belefért autója csomagtartójába. Táncos Györgyöt főként gyerekkori élmények kötik városunkhoz. Itt született, itt tanult meg úszni Papp Bélától, ide járt zeneiskolába Bedők Lászlóhoz, és sokat járt Csingerbe is. Számára a festés, az alkotás önmaga kifejezését és a családi hagyomány folytatását jelenti.
Hát ez valahogy már gyerekkorba jött, megfertőzöttem, mert a családunkban nagyon sok tehetséges ember volt. Rokonok között rajztanárok többen is megtalálhatók, meg nagyapám, édesapám is nagyon jó kézügyességgel megáldott emberek. Úgyhogy ez már nagyon korán elindult, ez a történet, és hát mondhatni egyenes út vezetett ahhoz, hogy a középiskolába rátaláltam Hegyeshalmi László rajzkörére, aztán később Veszeli Lajoshoz jártam le Almádiba rajzolni, és hát Pécsen a művészeti kar teljesítette be ezt a történetet. Ennek az Ajkai kiállításnak visszatekintése címe, mi mindenre tekint vissza, mik azok a témák, személyek, események, fontos dolgok, amikre visszatekint ebben a kiállításban? Igen, hát próbáltam úgy átgondolni ezt a tárlatot, hogy egy kicsit ilyen retrospektív jellege legyen, és végül is az egyik része az egyfajta visszatekintés. A munkáim korábbi epizódjait mutatom, vagy legalábbis ebből válogattam, és ebben javarészt régi fotóátiratok újra gondolásai adják a fő vonulatot, egészen nagyszülői időkig visszatekintve, régi fotókat megtalálva, ilyen régi népszínmű átiraton át, gyerekkori fotóim is megtalálhatók, és gyakorlatilag látható az a folyamat, ahogy kiszínesedik, ahogy családot alapítottam, és rátaláltam páromra, és ahogy születtek a gyerekek, úgy gyakorlatilag az egész korábbi monokróm felfogásmódom is változott, és elkezdtek érdekelni a színek. Mi az, amit szeretne átadni, üzenni a közönségnek a képein keresztül? Hát igazándiból festészeti vonatkozásban az előadásmódot, én nagyon szeretem a friss felfogásmódot, nem szeretem túldolgozni a munkáimat, ugyanakkor szeretek a realizmus határaim belül maradni, nagyon sokszor fotó az alapja a munkáim felfogásmódjának, amiket átírok. A régi vonulat mellett részben azt, hogy emlékezzünk a múltunkra, és őrizzük meg ezt a szívünkben. Az új képek vonatkozásában pedig azt a fajta szabadságot, ami a víz őselemhez kötődik. A kiállítást Csabai Tibor grafikus művész nyitotta meg. Táncos György festőművész visszatekintés kiállítása egy összegzés, az 50 év természetesen feljogosítja erre. Ezt még inkább alátámasztja, hogy művészi munkássága mindig is izgalmasan mozgott a múlt és jelen határmesdjéjén, és új kiállítása sem kivételez alól. Régi vágya is teljesül, hogy Ajkán is bemutatkozhasson, annál is inkább, hogy évtizedek óta résztvevője az ajkai tárlatoknak. Az itt látható alkotások a múltból merítettek inspirációt, ám új kontextusban, új jelentéstartalommal élednek fel előttünk. A festőművész a régi fotográfiákban gyermekkori emlékekbe gyökerező témákat dolgozta fel, újra gondolva azokat a saját egyéni látásmódjával. A másik jellegzetessége ennek a kiállításának az a leplekbe bújó női testek ábrázolása, melyek az ókori és reneszánsz női alakokat idézi, ezek a művek több, nem csupán formák és vonalak, átörökítik az időtlenséget és az emberi lét mélységeit. A művész keze által megidézett női alakok egyaránt rejtegetnek és felfednek, miközben az archaikus idők emlékeit elevenítik fel. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Összességében Táncos György új kiállítása, Ajkai kiállítása egy utazás a múltba és a jelenbe, ahol a gyermekkor emlékei és az időtlenség varázsa találkozik a festő ecsetjének mozdulatában. A tárlat április 19-ig látogatható. Thank you.
Jótékonysági batyusbát rendezett a Padrakúti Szivárvány Oboda munkaközössége április 6-án a településrész művelődési házában. A régi hagyomány felelevenítése kapcsán létrejött programra közel 100 fős vendégsereget vártak a szervezők. A megjelenteket elsőként Polt Szintia, a Padrakúti Szivárvány Óvoda óvodapedagógusa, mint főszervező köszöntötte, majd felkérte Rácni Német Csillát, az Ajkai Városi Óvoda intézményvezetőjét, hogy nyissa meg az estét. Azon gondolkodtam, mikor jöttem, hogy utoljára mikor is volt óvodabál, hát szerintem úgy körülbelül 10 éve. Aztán valahogy nem sikerült összehozni, és most újra itt vagyunk. Úgyhogy én hálás szívvel mondok köszönetet mindenkinek, akinek fontos az, hogy a gyerekekért ma itt jól érezze magát, és nagy-nagy köszönet kolléganőimnek, akik úgy gondolták, hogy igenis, fussunk neki, próbáljuk meg, nem hiszük el, hogy ez lehetetlen, és íme itt vagyunk, és bálozunk, és bízom benne, hogy most újra elindul és hagyományá válik az, hogy az a Padrakúti Szivárvány Óvodáért minden évben lesz egy jótékonysági bálunk. Karnics Miklós, a Padrakúti Városrész önkormányzati megbízottja a településrész jövőbeni fejlesztéseinek elképzeléseiről beszélt. Fejlődik, formálódik az óra és a benne nevelt gyermekek, akik közül az iskolába készülők a tervek szerint itt a városrészünkben tanulhatnak, járhatnak iskolába. Tavaly már indult első osztály a Padragon, éppen az óvoda épületében, idén ezen a téren is tovább fogunk lépni, vagyis tovább léphetünk. És szeretném mondani, hogy már most megvan a létszám az első osztály, az új első osztály indítására, és akik most első osztályosok lettek, ők föl fognak költözni a Bercsényibe, a Bercsényibe költözik Ajkára. Tehát a gyerekek nem a nagyokkal együtt fognak járni iskolába. Polt Szintia volt az ötletgazdája a jótékonysági bál megszervezésének. Ajka Városi Óvoda minden egyes tagintézményének szoktak rendezni jótékonysági bált, és úgy gondoltuk, hogy mi sem szeretnénk kimaradni ebből a sorból, úgyhogy innen jött az ötlet. Kiket vártok erre a jótékonysági bálra? Nem csak a szülőket, hanem kicsit szerettük volna megmozgatni a padragiakat, illetve a leendő szülőket, hát ha esetleg ennek az estének a kapcsán nem csak minket, hanem az egész közösséget megismerik. Az est bevételéből a Szivárvány Óvoda udvari játékait szeretnék korszerűsíteni, bővíteni. Elsősorban egy elhasználódott régi játékunkat szeretnék lecserélni egy úgynevezett lépegetőre, illetve hát sajnos mászókánk nincsen az óvoda udvaron, úgyhogy egyet szeretnénk mindenképpen telepítetni. Jelen pillanatban két csoportban 33 kisgyermek jár a Padrakúti óvodába, ami a gyerekek és az óvónénik szerint is nagyon csalogató. Elsősorban, amit kiemelnék, az a családias légkör. Minden óvodapedagógus az óvodában a gyermekek harmonikus személyiségfejlődéséért dolgozik, ami azt gondolom, hogy tényleg ebben a kis létszámú csoportban kiemelten meg tud valósulni. Hány óvodapedagógus és hány kisegítő személyzet dolgozik jelen pillanatban a Padragi óviban? 3 óvodapedagógusunk van, illetve 2 Dajka nénink, de reméljük, hogy a gyermek létszám növekedésével a kollégák száma is növekedni fog majd. A két csoportban mi az, amit mindig szem előtt tartanak az óvodapedagógusok, mi az, ami számotokra fontos a gyermekek fejlődését tekintve? Hát nyilván törekszünk a harmonikus személyiség fejlődésre, de kiemelt fontosságúnak tekintjük zöld óvodaként, hogy a környezet tudatosságot kiemeljük ezek közül. A rendezvény sikeréhez sokan hozzájárultak. Szülők nagyon sokat segítettek, és olyan fantasztikus tombola nyereményeket ajánlott fel ő által a rengeteg szervezet, egyesület, külön a Csodák Palotájától elkezdve, tehát országos szintű felajánlások érkeztek, tehát fantasztikus nyereményeink vannak. A jó hangulatú bálban a Kóbor Band zenéjére szórakozhattak a résztvevők. Azt mondtad, mindig ott leszel, amikor szükségem lesz rád. Aztán jött a töltött káposzta, és te csak töltöttél, és töltöttél. 2 perces receptek. Veled inkább 20. Mi van veled, Julien? Úgy érzem, átvágtál.
Már be is kötöttem az új netet. Üdv a Diginél! Búcsúzz el a gyengenettől, és válaszd a Digit! Szupergyors internet most fél évig féláron, akár csomagban is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a 1272-n vagy a digi.hu-n. Ismét alkalmasító akcióval vár az Ajkai Plazma Center, hol akár 100.000 forintot is összegyűjthetsz csupán 4 plazmaadással. Minden plazmaadásodra minimum 10.000 forint jár. Rendszeres plazmaadóként pedig ennél többet is szerezhetsz. Ha felkeltettük érdeklődésedet, keresd minket az alábbi elérhetőségeinken. In a few more days it's winter, cold winds and freeze. Izgalmas koncerttel zárul városunkban a Philharmonia Magyarország és a Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár által közösen meghirdetett idei bérlet sorozat. Április 17-én a Full Moon Pop a Capella ének együttes lép színpadra Ajkán. A többszörös nemzetközi díjas Full Moon több mint 20 évnyi úttörő munkát tudhat maga mögött. Nekik köszönhetően az a cappella, azaz a hangszerek nélküli énekelt popzene soha nem látott népszerűségre tett szert a magyar közönség körében. A zenekar áprilisi ajkai vokálikál koncertje egy könnyű zenei show műsor lesz, melyben hangszerek nem, vagy csak ritkán egy-egy pillanat erejéig szerepelnek, minden betét dal és filmzene öt nagyszerű férfi hangon szólal meg. Az egész estés műsorban az 1980-as és 90-es évek legnagyobb filmslágerei szerepelnek pop, diszkó, funky és rock stílusban. Ugye jól hangzik? Akkor ne késlekedjen, váltsa meg jegyét a koncertre még ma a jegymester.hu oldalon, vagy személyesen a Művelődési Központ jegypénztárában. Ennyi idő után visszamenni dolgozni. Persze, hogy félek. Gondolj csak a reggelekre, őrület lesz. Nem akarok nektek csalódást okozni. Otthon maradt. Sajnálom. Anya. Hogy fogom összetartani ezt a családot? Majd együtt megoldjuk. Te, meg én, meg a családunk. A hugod is tud segíteni. Számíthatsz ránk. Ne félj a nagy lépésektől. A Magenta egy rugalmasan alakítható digitális kelléktára segít, hogy igazi csapatként álljon mögötted a család. Végre megteheted. Telekom. Köszöntek az Ajkai Szó videóműhelyében. Ezzel is, hogy tegeződünk, de hát nem tudom hány száz éve ismerjük egymást. Most érkeztél Pestről. Így van. És erről hallhatnánk egy pár szót, mert én sem igazán tudom, hogy miért voltál ott, de hát föl kellett menni Pestre, a minisztériumban valami csak történt. Mi történt? Igen, ez egy végül is egy nagyon jó beszélgetés volt az államtitkár helyettes úrral, Szent Mártoni Jánossal. Részben be tudtam mutatkozni, nem is az én bemutatkozásom a fontos, hanem a színházé. De most azért is... És ő mutatkozott be neked, mert hát... Egymásnak mutatkozott. Jó, igen. Itt a kultúrában egy strukturális változás várható 2025. január 1-től, és annak az előkészületei folynak. Részben ez, részben a én is tájékozottam, hogy mi várható, különösen abban a régióban, ahol a mi Pannonvár Színházunk elhelyezkedik. Egy tartalmas egyórás beszélgetés volt. Jó, hogy hallottál esetleg? Mert ugye most ez is hát kitérő, a színházok éjszakáján Budapesten, és mondjuk most zárják be az Atrium Színházat, azt mondták a renitensek, hogy megszűntek az állami támogatások, a magánszínházak, független színházak, alternatív színházak már nem nagyon kapnak, sőt, inkább nem kapnak állami támogatást. Te hogy vagytok ezzel? Tehát a jó hír az, pénz kevés. Ez a rossz hír, de ez nagyon kevés. Most a kultúrás kormányzat annyit, de ez nem mai információ, ezt már közzétették többször, hogy
úgynevezett kőszínházak, tehát az önkormányzati fenntartású színházak támogatását akarják biztosítani, aminek a finanszírozási alapja az az, hogy 50% a fenntartó önkormányzat és 50% az állam. A Pannonvár Színház ilyen? Nem. Nem. Mi a lehető két pupú teve vagyunk, az egyik az, hogy magánszínház, a másik az, hogy független. Most ez egyik se jó megfelelés, de ugyan a magán többség több az alapításkori helyzetet figyelembe véve, de mi nem úgy működünk, mint egy magánszínház, hogy profitorientáltan semmi nem lehet számít, csak a bevétel. Lehet itt profitorientációról beszélni? Hogy ne lehet. Nincs semmi a színpadon. Nincs díszlet, nincs jelmez. Amatőrök játszanak. Vagy nem amatőrök, de azok mondjuk azok se a csúcsgázsért. Meg néha elfelejtenek jó díjat fizetni, tehát mi igyekszünk úgy... Fizet. Igen. Tehát mi igyekszünk úgy működni, mint egy professzionális társulat, bár teljesen másképp épültünk fel, nem most. Eljátszátok ugye, hogy professzionális társulat? Professzionális társulat vagyunk, tehát a profin azt értem, hogy önkormányzati fenntartású, tehát mi nálunk azért, akik játszanak, azt nyugodtan merem vállalni a közel fél évszázados színházi múltamban. Ja, te a fél, legyen a Pannon. A Pannon a negyed, hogy akik itt játszanak, azok profik, mégpedig nagyon. Az egy másik kérdés, hogy mindig táplálkozunk már a fiatalabb korosztályokból, tehát a gyerekszínészek, főleg az érettségi korig terjedően nagyon sokan megfordulnak nálunk. Akik utánpótlást képeztek gyakorlatilag. Hát magunknak részben nagyobb számban pedig a pályának, tehát a művészeti felsőfokú oktatásnak. Most is van egy nagyon-nagyon tehetséges korosztály, akik harmadik, negyedikes gimnazisták. Őket a Omega Égi Vándor produkcióval, tehát meg abba, ami nem sokára Ajkára érkezik, a Red Show. Majd erről majd beszéljük, igen. Nagyon-nagyon megszerettem őket, mert egyrészt intelligensek, műveltek, rendkívül fegyelmezettek. Nagyon sok minden elhangzik a mai ilyen 15-18 éves korosztály szokásai, internet, telefonfüggőség. Biztos, hogy mindenki használja az elektronikus eszközeit, ezek közül a gyerekek közül is, de amikor próba van, akkor próba van. Pontosak, kisportoltak, adnak magukra a fiúk is, a lányok is, tehát ez egy nagyon jó eresztés. Körülbelül olyan, hogy számoltam most. Jó mozgás kultúrájuk is, ugye? Tanulnak, tehát vagy mozgást tanulnak. Tánc. De különböző táncféléket, de van, aki énekelni, vagy zenélni is, vagy csak azt tanul. Van, akivel találkoztam, most zsűriztem le a Kazinczy szép kiejtési versét, és az egyikük az első helyezett is lett. Nem én döntöttem benne, én csak egy voltam a zsűritak közül. Te csak a vasszát évezed akkor. De ezek mind nagyon jók, szépen beszélnek, tehát adnak arra a kultúrára, amiben vannak. Igen, beleszülettek. Fiatalság elég rossz, úgyhogy az általános vélemény, hogy SMS-eznek, megnyomkodják a technológiát. Biztos, hogy van ilyen is. Biztos, hogy van ilyen is. Nekik van szokincsük. Nekik van is olvasnak. Van szokincsük, vannak messenger csoportjaink különböző produkciókhoz. Mindenki vissza is ír, tehát azért ott látszik egy írásképen, hogy ki milyen, vagy egy bemutatkozó. Nem igényes, igen. Hát igen, mert használja az interpunkciókat, pontot, veszőt, feltiáltója. Igen, tehát csak ilyen, nem ilyen, egy nagyon szép élmény, és most egy újabb, amivel szintén jövünk majd Ajkára nyáron, az egy nagy szereplős, musical ős bemutató lesz, a Pablo és Picasso, ahogy az állatok karneválja, amiben még plusz rajtuk kívül, még plusz jöttek a környékről nagyon tehetséges gyerekek és fiatal emberek, sőt Budapestről is, akik mindenáron benne akarnak lenni, tehát szerintem az utánpótlás az megvan, és ezek is nagyon intelligensek.
picit korábban érettek, nem is picit, mint belül én voltam 16-17 éves, biztos, hogy érettebbek. Előnyükre, igen, tehát jobban látszanak a személyiségjegyek, inkább ezt mondanám, a karakterjegyek. Nagyon jól esik, hogy sokuknak van humora, és ez ilyen egyedi, nem lesett, lelopott, valahonnan átvett humor, hanem egy pólyan, igen. Ha itt vagyok a Pablo és Picasso-nál, akkor talán vegyük sorra a jövő évi műsortervet, amire néhány héttel ezelőtt vagy, amiről mi is tudósítottunk az Ajkai Szóval, de hát így még nem, face to face. A Pablo és Picasso-t említetted, ez olyan házi darab, igaz? Tehát ilyen saját megrendelésetekre készült. Hát én értem, házi egyébként meg egyáltalán nem. A szövegkönyvet azt két... két fiú, akik a magyar irodalom csoda gyerekeinek számítanak, nyugodtan mondhatom, berobbantak az irodalmi életbe. Regényük jelenik meg, színházi bemutatóik vannak Sepsiszentgyörgytől Budapestig. Holott egész fiatalok. 27-28 évesek, és olyan tudással rendelkeznek, tehát olyan színházi sztorikat tudnak például, amiket már az én korosztályom is elfelejt lassan. Akkor benne vannak ebben a világban. Nagyon, amellett az irodalomban is rendkívül műveltek, rendkívül alázatosak, Simon Tornyai születésűek is őrzik ezt a furcsa kis társzólást. Nagyon érdekes fiúk, tehát ők írják a szövegkönyvet, meg a dalszövegeket, és egy nagyon-nagyon jó, kiváló zenész, Rutka Robert a zeneszerző. Van Vász Színház nézőjelőt szintén nem ismeretlen. Nem ismeretlen, és az ország nézője, mozi látogatók előtt sem, valami Amerika filmek zeneszerzője, meg hát a Cseh Tamás után ő albereményi dalszövegek megzenésítője, sőt, ő volt az, aki a Cseh Tamás dalokból, amik ugye egy gitárra és egy hangra íródtak, azokból csinált egy zenekari feldolgozás sorozatot, amik nagyon-nagyon-nagyon érdekes, nagyon jó. Kifejezetten színházi ember, kifejezetten jó ember, nagyon jól össze találkoztak a két Kovács, két Kovácssal, igen, Viktor és Dominik, és hát nagyon megszerette a főszereplő kisfiút, akinek vinnie kell. Őt meg a veszprémi környéki nézők a valahol Európában kuksiaként ismerhetik, Ruzsin Ákos. Hát akkor nyáron jön ide, ugye? Jön, augusztus 7-én itt lesz a Pablo és Picasso művelődési házban. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, mert rendkívül érdekes, egyáltalán nem csak gyerekdarab, tehát ez úgy íródott meg, azóta megrendelési szándék és a írói szándék, ami testesült is most már, hogy egy olyan nagyszabású musical legyen, mint a Padlás vagy a Dzsungel könyve, ami egészen kiskortól, egészen időskorig szól, megszólítja a nézőt, beszippantja, tehát nagyon érdekes a rétegezett tartalma, hogy van, amit csak a felnőttek vesznek le, de amit csak a felnőttek vesznek le, az alatt történik olyan, ami a gyerekek számára nagyon érdekes. De nem az, hogy az a szülő eljön unatkozni, hogy elhozom kisfiút, kislányt, valahogy kibírom a gyerekdarabot, aztán utána elmegyünk ebédelni, hanem itt tényleg egy családi program. Az is a műfaji meghatározása, hogy családi musical. Tehát jöjjön a kisgyerektől, a kisunokától, a dédszülőig mindenki is nézze, de nagyon-nagyon szellemes. És szerintem ősbemutató lesz? Ősbemutató. Tehát akkor ez hát kockáztatunk. Tehát még nem ismert, ugyanakkor... Tisztelet Ajkának. Igen. Más darabok is lesznek, például a Blaha Luizáról is van egy ilyen... Jászai Mari. De a fáziából ez igen. Jászai Mariról. Az se kicsi. Valahogy zerről is írhatunk egy darabot. Lesz egy ilyen fantázia, vagy hogy lehet ezt? A Jászai Mari feltámasztása címet viseli a legjobb, vagy egyik legjobb mai magyar drámairól tartott Márton László írja, aki a tavalyi Petőfi pályázatunkban a
Petőfi dráma töredékre írt pályázat, az első helyezést nyert. Hát érdekesik, hogy én bölcsészkart végeztem, és a Radnóti gimnáziumban Pesten gyakorló tanárként fél évet le kellett húzzak, és pont a Márton Laci volt az egyik tanítványom. Igen. Igen, tehát de régi a barátság, és állandóan nézi az előadásainkat. Egymásra találtatok. Igen, és ugye, ahogy a Kovácsikrek a Pavlovics Picasso-t, ő is kifejezetten adott színészekre írta. Például a Jászai Mari figura, az Kárpáti Barbaráé lesz. Egyébként maga Jászai Mari nem jelenik meg, tehát azért jó a cím, hogy feltámasztás. Van egy magyar, mai magyar tanárnő, akinek mániája, hogy Jászai Mariról az ő gimnáziumi színjátszó csoportjának kell egy darabot írni, és el is játszani. És valahogy úgy alakul az élete, a magánélete, a hétköznapi tanár léte, és magánélete ezen kívül, mint ahogy Jászai Marié. Sőt, úgy alakul, mint a Jászai Mari leghíresebb szerepe, a Médea, a híres görög tragédia főhős nőjének a szerepe. És ez így együtt egészen elképesztő. Egészen elképesztő. Haláleset is lesz? Nem lesz benne haláleset, illetve lesz, de kiderül, hogy ez nem az, mert ez játék. A műfaj a komédia. A komédiának abból az összes jövő évadi darabunkhoz azon odaírva, hogy komédia. De abból a Pavlovics Picasso az musical, családi musical, de még abban is a komoly konfliktusok ellenére a derű a meghatározó. Ugye két drámai alfaj van, a dráma, mint műfajon belül, a tragédia és a komédia. Ez erre Bokaccsónak volt egy nagyon jó megjegyzése, mi a különbség. Az a különbség, hogy a tragédia jól kezdődik és rosszul végződik, a komédia meg rosszul kezdődik, tehát konfliktus is jól végződik. Na most itt is erről van szó. Tehát az ilyen mély rétegi komédia, olyasmi, mint a Tartuffe, vagy a Shakespeare komédiák, a Vízkereszt, vagy amit akartok. Tehát lehet benne nevetni, de azért olyan dolgokról szól, különösen mai életük visszásságairól és problémáiról és tragédiáiról, amikről szót kell ejteni. De végül a szerző rendkívül szellemesen és nagyon-nagyon jól felolgozta. Nem fog sírva kijönni a színházból. Nem sírva jön ki, nem sírva jön. Közben kell sírni, a végén katarzis kell, hogy legyen. Most csapongok egy kicsit, ami ugye eszembe jött, például egy Molnár Ferenc darab ugrik be hirtelen, a játék a kastélyból, amiben a Turay szerepét talán személyesen a színház igazgatója fogja játszani. Hát bizony. Akit ő nem idegen. Bizony, hát már elkezdtem tanulni a szöveget, pedig egy év múlva lesz a prezent. Egyszer egyébként már ezt 10-valahány évvel ezelőtt játszottuk, és ketten vagyunk a régiből, ugyanolyan szerepkörben, Kocsisák András, akit az ajkai nézők nagyon jól ismernek, és jó magam, ez egy írópáros, akik állandóan csipkedik egymást. A fiatal szerzőtársuk menyasszonyához érkeznek le, és hát óvatlanul egy nappal előbb. És hát fültanúi lesznek egy olyan jelenetnek, amit nem kellett volna hallania, se nekik, se főleg a vőlegénynek. És ezt Turay megoldja, egy éjszaka alatt ír egy rémületes rossz darabot, ami még kimagyarázni, hogy tulajdonképpen annak a próbája az ajon. És hát ez az én művem. Tehát körülbelül ilyen darabot tudnék írni, hogyha arra szállom. Viszont így egészen, mint Molnár Ferenc, már nem egy rossz történet kerekedik. Ó, hát iszonyú szelleme, fergeteges, hát ilyen könnyű zacskó. Akkor a Petőfi Színházban láttam ez, és hogy itt káromkodok, de azt hiszem Tokán Péter játszott igen, a szerepet, és az is fantasztikus volt. Tehát ő is egy profi nyilván. Tokán Péter volt a igazából az ígyszer szerep, az a színész, aki elköveti a... Akivel kitolnak. Akivel kitolnak, és ott a Szilágyi Tibor volt a Turay, aki majd én játszom. Hát amit bemutattuk, már előbb bemutattuk, én most a tavaszi fesztiválon egy világpremiér, a bestseller. Igen. Az is komédia. Csökkentett szereplőgárda, ugye? Hát három szereplőre. De mint ilyen világpremiérnek számít. A szerző két változatot írt ebből a műből, írt egy 6 szereplőset és egy 3 szereplőset.
és mi a három szereplőset kaptuk meg, a szerző azon szigorú utasítására, hogy mindenképpen világpremiérként kellene, mert hogy az. És a márciusi bemutató úgy is sült el, hogy egy világpremiérnek el kell sülni, iszonyatosan jó, nagy siker lett. Három remekbe szabott alakítás, Oravec Edit, Kárpáti Barbara és Szelle Dávid, és az utóbbi Dávid rendezte. Nagyon-nagyon-nagyon színészbarát, 15 szerepet játszanak el hárman, nagyon-nagyon szellemes. Nem világcsúcs, de... Múltkor jártam József Attila színházban, és eszembe jutott a sztori, amit itt a januári találkozón felidéztél, hogy a Sinkovics Imrét 56 után eldugták oda, és megajándékozták egy olyan szereppel, talán Plautus volt, nem tudom, hogy 30-valahány szerepet játszott. Nem, a három testőrben játszott, 30-valahány szerepet, 32, azt hiszem, 32 szerepet játszott. Tehát egy félszemű hajós kapitányból, hősszerelmesbe, onnan Idrikusba, elképesztő visszatérés volt akkor, és hát hatalmas siket. A Sinkovics nem csak remek drámai színész, hanem elsősorban szerintem a színpadi humora az, igen, vagy filmvásznon a humora, tizedes meg a többi. Akár parodista is lehetett volna belőle. Hát egy vagyis volt is néha. Igazi színész. Igen, a szilveszteri műsorokat sokáig ő vezette, az élő szilveszteri műsoroknak volt ő egy konfényel. Nagyon tiszteltük. Még egyet kérnem. Legyen a desszert a végén a recsó, jó? Igen, mert a Örkény István a magyar drámairodalom kiemelkedő alakja. Ebben az évben a halálának 45. évfordulóját ünnepeljük. Nem szép dolog egy halált ünnepelni, de valahogy a... Igen, megemlékezünk. De a magyar szokásrend az ilyen. Igen. Elveszett forradalmakat is szoktuk ünnepelni. Igen. Ugyanakkor meg kell mondjam, hogy ő egy olyan megkerülhetetlen szerző, és nem csak a 20. század ére, 21. is, mert a Kulcskeresők című komédiája, az olyan, mintha ma írták volna. Egészen zavarba ejtve. Tehát semmit nem kell kihúzni, semmit nem kell beletenni, semmit nem kell megváltoztatni, minden úgy van, ahogy van, és egy igazi magyar... Ez az ő érdem, vagy a mi korunk bűne? Közös. Pontosabban az ő érdem az, hogy egy olyat vett észre, ami egy picit átível a mi történelmünkön, és nincsen korhoz kötve, nincs a 70-es évekhez kötve, amiben született ez a mű, hanem örökérvényű, tehát ez egy ilyen nemzetkarakterológiai magunkon. De én nagyon szeretem idézni Gogol, amikor megírta a Revizor című művét, vígjátékát, és hát mind, oda volt tőle mindenki, hogy milyen fantasztikus. Ő arra figyelmeztetett, hogy azért van ennek ilyen sikere, mert mindenki a szomszédot, meg a másikat látja benne. Szóval félrejtés ne esett, magatokon röhögtek. És ezt én nagyon szeretem idézni, magunkon röhögünk benne. Hát talán ez a legfelhőtlen, meg talán általában a szórakozása magát kineveti az ember, igen, mert igen. Akkor... Nagyszerű darab, de hát őt ne hagyjuk ki, ez a jövő évadi kínálatban szintén benne van, és nagy öröm, hogy Gazdag Tibor ebbe a műbe, mint főszereplő visszatér, közénk néhány év kihagyás után. Igen. Akkor rátérhetünk a recsóra. Hogyne. Ennek már története van, ugye, mert egy éve mutattátok, vagy jól emlékszem? November 7-én mutattuk be, az elmúlt évben, november 7-én az Inotai hőerőmű művelődési házában. Igen. Hozta a várakozásokat? Hát messze meghaladta, amit vártunk. Mi szerettük volna, hogyha ez siker legyen nyilván, de izgultunk, hogy hogyan veszik a nézők az 50-es évek elejének furcsa karikatúráját ebben a kicsit a Tanú című filmnek a kicsit zenés változatára, hogyan hangol. Hát, és ez az érdekes, hogy ott a izigvérig szociál környezetben nagyon durrad, de behoztuk a hangvilába, és itt is mi nekünk külön programunk van arra, hogy az egykori szocialista városokban ezt a produkciót szeretnénk bemutatni. Tehát az Inotán kívül Veszprémben játszottuk még, de Inota is, Várpalota Inota is szocialista város volt, Ajka is.
Tehát itt szerintem én a nézőket azért várom, mert rettenetesen jól fognak szórakozni. Tehát ez is egy kicsit olyan, hogy magunkon röhögünk, csak már a rég elmúlt időkön, és ez a mindig könnyebb. És annak ellenére, hogy rég elmúlt, ez sem múlt el úgy, ahogy szerettük volna. Tehát nem lett eltemetve a tánya hulladékok alá ez a kor, hanem előadjuk addigát. Lassan kezd újjáéledni, nem látsz egy ilyet? Nem jó, ne politizálni, de egyre többen emlékeznek a... azt a levegőt, ami vissza az 50-es évekből. Hát én nagyon remélem, hogy nem jön vissza. Vagy ez a dolog is segít felvértezni az ellen bennünket, hogy elfogadjuk. Most ez egy divatos kifejezés lett, és azért is tenném hozzá, hogy nem most találódott ki közéletben ez a ne félj. Ez a ne félj, ez körülbelül egy olyan 40-50 évvel ezelőtt, amikor a Dzsungelkönyve például színpadra került, a musical, abban egy meghatározó. Nem sokkal később készített el Mel Gibson az Apokaliptó című, ami egészen, tehát a konkvisztálárok megérkeznek a dél-amerikai ős honosok közé, és ott sokféle, a főhősünk, aki egy benszült, sokféle nehéz helyzetbe kerül, és az apja mondja neki a halál előtt, hogy ne félj. És ezek olyan szép mondat. És második pápa is azt hiszem ezt üzente halálos ágyáról, hogy ne féljetek. Sőt, én emlékszem, mintha Napalnyi is emlegette volna ezt a mondulatot, hogy ne féljetek. Egyébként ez egy alapvető kérdés, az ember nap mint nap, akkor is, ha megnyilvánul, akkor is, hogyha verset ír, vagy darabot rendez, vagy darabot ír, vagy bármi közérdekűt csinál, egész biztos, hogy konfliktusokba ütközik. Még a felülírhatatlanabb jószántékú kezdeményezések is. És az ember hajlamos arra, jó magam is, hogy visszahúzzam a csápokat, és nem talán öncenzúrázok egy kicsit, kihúzom magamból, nem szabad. Nem biztos, hogy minden úgy megy át, ahogy szeretnék, vagy az lesz a következmény, amit én szeretnék, tehát ilyenkor előre... Nem provokálni kell, hanem nem félni. Igen. Egyébként most közben beugrott, hogy Bibó István is azt mondta, ugye, hogy demokratának lenni annyi, mint nem félni. Most ez a politológiai meghatározása, és a Bibó meg a legjobb példa erre. Én úgy gondolom, hogy nem szabad félni, konfliktusokat gerjeszteni fölöslegesen, az biztos, hogy bűnös dolog. Úgyis emberek vagyunk, és a mi egész emberi kultúránk arra épül, hogy állandó konfliktusokat hozunk létre, akkor is, ha nem kell. Hogyha nincs, akkor elkezd hiányozni. Igen. A békeidők azok mindig rövidebbek, mint a háborús idők, a boldog békeidők. Nem termelik adrenalint. Igen. És erre vágyik az ember valami izgalmi, ugye? Ez nem hiányzik. Visszatérve a Redshowra, ez nem provokáció egyébként? Tehát annyira még nincs benne a rendszer kritikája, hogy már nincs benne? A mai rendszer kritikája nincsen benne. Ahogy valaki milyen tendenciákat vél felfedezni, milyen irányokat, figuratípusokat, ezek mind az 50-es években termettek. Egyiket arról szól az egész... De van arhetípusok, nem? Tehát amik örökké itt vannak közöttünk. Így, ez a jó kifejezés. Tehát úgy gondolom, hogy a dolog sikere abban áll, hogy arhetípusokat sikerült találnunk a kiváló szerzőtársammal, Fabacsó Ricsi Lilivel, és megszólalnak benne a kor nagy munkásmozgalmi és egyéb slágerei. Tehát a Teodor, aki szírt, aki az Orbából ugyanúgy felhangzik, mint egy egészen különleges feldolgozásban a felvörösök, proletárok, igen, vagy az amúri partizánok. Igen, és hát van olyan, amit most már nagy koncerteken, főleg ilyen balkán koncerteken üvöltve énekel együtt a nép, vagy a közönség a zenészekkel, például az a partizán dal, ugye? Hogyne, Bella Ciao. Bella Ciao. Az is benne az van, egy jazzes feldolgozásban a vége fináléban, és olyan koreográfiákat láthat a néző, ami, hát hogy mondjam, a színészeinknek egy előadás egy heti fogyókúrával felér. De ez nem Kramer,
Nem, ezt Vári Bertalan, aki már többször csinált nekünk koreográfiát, többek között az Égi Vándort is ő csinálta. Hát brutális. Az első rész finálé az szinte egy az egyben egy Mój Szejev koreográfia, ahol hát ugye balettáncosok, akrobatikus képességű táncosok, és az mi egy kicsit Berci által maga képére. És a második finálé az meg végleg a halálos dövés. De bizonyos koron túl már nem szabad csinálni ezt a koreográfiát. Hát köszönöm szépen a beszélgetést, és nézőinknek most megígérem, hogy akkor levetítjük azt a klippet, ami ebből az alkalommal készült, és a Red Show-ról. És mondhatok még szóval egyet, hogy április 19-én jön fontos nagyjára. Dátum, tehát a kampány kezdett előtt egy nappal. Hát nem azért. Semmi közel hozzá. Hanem azért, hogy szórakozzanak a kedves ajkaiak, és lássák, hogy mit tudnak a padon Várszínház színészei, mert olyat mutatnak magukból, amit még eddig biztos, hogy nem láttak. Jegyek már kapható. DMK-ban, jegy.hu. Így van, ahol jegy.hu. Úgyhogy mindenkinek előre is kellene szórakozást kívánok, neked megköszönöm szépen a jegyet. Én is köszönöm. Bella Műsorunk végéhez érkeztünk. Legközelebb új adással pénteken este jelentkezünk. Kérem, kövessék figyelemmel Facebook oldalunkat, illetve YouTube csatornánkat, ahol bármikor visszanézhetik adásainkat. További kellemes estét kívánok Önöknek. Viszontlátásra!